Nagy nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. Hosszú idők után újból parapercek itt a VNTV-n. Kedves vendégem Csefkó Pál Tamás úr, akit nagyon sokan ismernek már a fizikus körökben, de most azt az arcodat szeretném megmutatni, amikor is az UFO társaságnak voltál hosszú időn keresztül tagja, és az elmúlt hetekben, hónapokban a kanadai nemzetvédelmi nyugdíjas miniszternek egy nyilatkozatát láthattuk sokan, ahol könnyes szemmel ismeri be, hogy elmúlt munkásságában háromféle UFO fajjal is találkozott a különféle telepeken, és mindenféle nagyhatalom megpróbál egy-egy UFO fajt maga mellé begyűjteni, hogy az érdekeiket képviseljék, illetve az UFO-k irányítják a Illuminitit, vagy Illuminátusokat, amik egyébként utána az egész Földnek a vertikumát mozgatják, és annyit elárulok, hogy az UFO társaságban, ami ugye most már Hargitaival indult, és rengeteg UFO felfedezés volt az érdeklenség miatt hosszú időken keresztül elmúlt. Mit tudnál egyrészt a társaságról mondani, és mik a te UFO ismereteid, és hogy tudnád ezt a hírt megerősíteni, vagy cáfolni, amit az előbb elmondtam? Hát szeretettel üdvözlöm én is a kedves nézőket. Szerencsére eddig 21 éve vagyok a Magyar UFO Szövetség tagja, hát most lesz a 21. éve. Még hála Istennek alapító tag voltam, és még mindig tag is vagyok. Hát ameddig ki nem zárnak. Tehát gondolom kihalásos alapon van. Igen. Ha csak az UFO-k el nem visznek, de ez most a vicc része volt. Nem teljesen a vicc része, mert biztos, hogy sok embernek van ilyen tapasztalata, élménye. Nekem van ilyen. Utálják a nők, nézzük, hogyha tehát téged konkrétan vittek el UFO? Igen. És nekem kaptál tudást tőlük, vagy mit kaptál tőlük? Sokan azt mondják, hogy nekem könnyű, mert te kapcsolatban vagy az UFO-kkal, és azért tudsz ilyen dolgokat. Ami érdekes, hogy a hátamon van egy érdekes folt, ami gyerekkorom óta rajta van, ezt le akarták operálni, de aztán mondták, hogy nem, mert egy nagyon érdekes, meg nem tudnák, hogy mi történne. Ez most a nemesi származású része, gondolom. Nem tudom. Az ujjamon, ami érdekes, hogyha még így is talán lehet látni, egy sötét pötty van, hátvilágítjuk, lehet látni, hogy egy fémes dolog van benne, próbálták kioperálni, nem tudták, azt mondták, szervesen össze van nőve. Én is próbáltam már fölvágni, én se tudtam, de mondták, hogy ne is bolygassam, tehát jobban járok vele, hogyha nem bolygatom. Nem tudom, beélhet annak is, hogy chip, vagy nem chip, vagy chip-chip csóka, tehát sok minden. A kedves nézőknek is mutassuk meg ezt a fantasztikus ujjat. Ha lenne egy hatodik ujjad, akkor simán táncosnak lennél kikiáltva. Na most ez érdekes, amit mondasz. Bocsánat, hogy megszakítalak, mert amikor a laboromba betörtek, és tenyérelemzést végzett a rendőr, akkor azt mondta, hogy aki végezte, hogy már több mint 40 éve végezte tenyér és új lenyomat elemzést, bocsánat, hogy ezt mondom, de ezt mondta, azt mondta, eddigi legöregebb lélekkel találkozott. Ez most egy kicsit nekem furcsa volt egy rendőr úrtól hallani ezt, és azt mondta, hogy tudom-e, hogy 6 új lenyomaton van. Na most, hát én persze, hogy csodálkoztam, ezt eddig nem tudtam, és nagyon jól mondtad, a tátosoknak van 6 újjuk, de van, akinek valóban kinőtt fizikálisan az ujja, viszont nekem itt az új begy van, tökéletes új lenyomat, ugyanolyan új lenyomat, mint a többi ujjamon. Ez nagyon kevés embernek van meg így valójában. Tehát kis dudorodik, és rendes új lenyomat felület van rajta. Tehát amikor levették, megnézték a papíron, ő mondta, ő hívta fel a figyelmemet rá. Térjünk vissza az UFO társasághoz, ahonnan csak kihalásra lehet távozni, illetve egyes tagjait az UFO-k elvittek már, és gondolom erről is beszélgettetek, tehát az UFO társaság többi tagjainak is van esetleg ilyen élménye, hogy valamikor volt ilyen UFO utazásuk? Nem az ibusznál fizettek akiről, be. Így van, akiről tudok konkrétan, és hál' Istennek a legjobb barátom, a Kalmár János, a Magyar UFO Szövetség jelenlegi elnöke is, újonnan újból meg lett választva, mert hál' Istennek olyan jó változtatásokat tudott behozni és megoldani, hogy sokkal jobban tudjunk működni. Rámegyünk inkább az archiválásra is, tehát hogy maradjon meg valami az utókornak, és egyre több
terep szemlét és terep gyakorlatot próbálunk végezni. Én meg felajánlottam az összes műszerezettségemet, tudásomat, hogy műszaki oldalról ezeket próbáljuk meg bemérni, igazolni, hogy tényleg léteznek UFO-k. Érdekes, amit mondasz megint, mert ugye azt látjuk, hogy az oroszoknál rengeteg felvétel van. Amerikában éjjel-nappal ott vannak, sőt azt mondják, hogy a föld alól rajzanak ki az UFO-rajok. Múlt héten olvastam, hogy egy német katonatiszt teljesen idegbajt kapott, amikor a képernyő meglátta, a radaron meglátta, hogy egy UFO-ra jelenik meg, de aztán nem támadták meg a NATO-t, hanem északra távoztak. Tehát rengeteg ilyen dolog van. Magyarország fölött mikor volt és milyen gyakorisággal vannak UFO jelenségek, illetve UFO észlelése? Mondhatni azt, hogy nagyon sűrű ez, de itt egy kicsit lehet, hogy ironikus lesz, hogy mondjam, mert diszkriminálnak minket az UFO-k egyébként. Nem tudom, hogy erről tudsz-e. Mert küldtünk Magyar UFO Szövetség nevében egy levelet Hende Csabának és Orbán Viktor úrnak, hogy napvilágra kéne hozni itt Magyarországon, mivel körülöttünk lévő országokban folyamatosan hozzák napvilágra ezeket az eseteket, és egyébként a Kalmár János úr is csinált egy interjút Marina Popovics-sal, és pont erről szólt az interjú, hát ez több évvel ezelőtt volt, lehet, hogy már volt, vagy 10 éve, és azt mondta, hogy hát János, ne vicceljen, nálunk az egyetemen ez szakanyag, és elővett 2 könyvet ufológiáról szólt. Ez melyik szólt. Egyetemen van a szakanyag? Ezt nem tudom a pontos nevét. Ki ez az úr még egyszer? A Kalmár János úr csinált interjút Marina Popovics-sal. Ja, Popovics-sal. Uh-huh. És ő azt mondta, hogy hát az egyetemen tanítják ezt, egyetemi tantárgy, és 2 vastag könyvet előtt. Hagyj vitatkozzak veled, azért az UFO-król elképzelem azt a tudatossági szintet, hogy ilyen szeretlek, nem szeretlek című motivációkon azért túl tudtak már emelkedni. Valószínűleg vagy érdektelen nekik ez a terület, mert nincs olyan hely, ahol bármit tudnának végezni, vagy érzik ezt a fantasztikus magyar géniuszt, akivel nem tudnának vitatkozni. De térjünk vissza az alapkérdésünkhöz, hogy... De hogy sűrűn látogatják. Hogy nem sűrűn látogatják, igen. Sűrűn látogatják. Hát 96 óta Magyarországon őriznek is egyet, aki lezuhant. Aha. Úgy hívják, hogy titkos nevén, hogy Verem. A Veremben őrzik itt Magyarországon. Sőt, együtt dolgoznak. Mint környező országokban is együtt dolgoznak különböző lényekkel. És hogy bírja a magyar kosztot szerinted, magyar konyhát? Hát ez egy kicsit lehet, hogy... Morbid kérdés volt. Morbid kérdés, amit mondasz. Mi, hogy spirituális ember vagy te, és nagyon jól tudjuk, hogy kell a testnek egy táplálék, kell a léleknek egy táplálék. Viszont a magasabb szintű lények, azok meg tudják úgy oldani, hogy rezgéssel, fénnyel való táplálkozás, nekik úgy van beállítva az anyagcseréjük, meg a szervezetük úgy van beállítva. A mostani gyerekeknek most már plusz 2 DNS-sel születnek, ami ebben segít gyakorlatilag. Megértettem, ha fényt tesznek ezek a drága UFO testvérek. Nem tudom, hogy fényt tesznek-e, csak én mondom, hogy... Valami vibrációs energiát kell, tehát hogy kell ahhoz, hogy szabadra kerüljenek, ugye, mert akkor láthatóvá is válnának, hogyha bárhol megjelenik. Volt egy állításod, szerinted az előbb említett filmhez képest hány UFO kolónia, vagy hány UFO faj látogatja a Földet? Tudomásom szerint 17 fajról tudunk, és több fajjal együtt dolgozik az emberiség már évtizedek óta. Ezek a fajok milyen módon térnek el egymástól, mondjuk az érdekrendszereik és a testi felépítésük és egyéb vonatkozásban? Hát ami szerencsére, mondhatom azt, hogy szerencse, hogy vannak a kis szürkék, erről nagyon sokat lehetett hallani régebben. Most már nem annyira, mivel most már az egyességek lettek aláírva, tehát már nem igazából alá lett írva, mondhatnám meg nem igazából is, de alá lett írva az az egyezmény, hogy most már ne nagyon vigyenek el embereket és kísérletezenek vele. Ezek a szürkék voltak, akik kísérleteznek az emberi fajjal, vagy kísérleteztek. Most már szerencsére ez sokkal jobban vissza van szorítva, mint régen. Sajnos is most is tűnnek el még emberek, akik nem tudjuk, hogy mi történik velük. De azt is lehet mondani, hogy elrabolták az UFO-k. De egyébként ezek vissza is kerülnek általában. Van, aki vissza is kerül, igen. És olyan állapotba kerülnek vissza, ami, hogyha a spirituális tást nézzük, akkor tudjuk nagyon jó, hogy információ beáramlással az agyat meg lehet terhelni. Tehát azért kerülnek nagyon sokan olyan intézményekbe, ahol azt mondják, hogy ó, hát te meggágyultál, mert nem bírják feldolgozni azt az információt, azt a hatalmas mennyiségű információt, mert vagy a tudat nem képes feldolgozni, vagy az agy
nem tudja még azt a részét használni az agynak, mert mi a 4-5%-át használjuk ki az agyunknak. Tehát a kognitív memóriájában nincs az a fajta észlelés, amilyen impulzusokat ott kapott, viszont a háttér lebenyben, meg mindenféle helyeken igen, azért az információ ott van már, csak nem tudja felhozni, igen. És ettől egy óriási feszültség van benne, és megzakkan, tehát ez így kell spirituális nyelvű lefordítani. Na most ugye ez az úriember is három fajta, vannak a nagy fehérek, vannak a kis szürkék, és ezek nem is tudom ki a harmadik. A hüllők. A hüllők, igen. Igen, a hüllők. Az a rosszabbik. Ők a rosszabbik. Én szerintem, igen. Tehát és ezek különféle érdekeket képviselnek, és mivel igen. Hogy a Földön azért nem dőltek el jelenleg ezek az illuminátus harcok sem, mert hogy az UFO-k is más-más érdekeket szeretnének a Földön érvényesíteni, ezek különféle nagyhatalmakhoz vonultak be, tehát nem együtt dolgozik a kis szürke a nagyfehérrel, meg a hüllővel, igen. Hanem ezek más-más országok. Lehet tudni szerinted, hogy melyik országokban milyen fajta Földön kívüliek dolgoznak együtt az ottani kormányokkal? És hát, mi az ő céljuk? Ez a másik az, hogy szerinted mi az ő céljuk a Földdel kapcsolatosan? Hát mi vagy most három fajról beszéltünk, mindegyiknek más lehet a célja. Mm. Nagyon sok elmélet szól amellett, hogy mi belettünk telepítve. Tehát nem a darwini elmélet, meg egyéb dolgok játszanak szerepet, tehát az nem nagyon működik, ahogy tanultuk régen. Nagyon sok minden mutat arra, hogy ez egy megtervezett, komolyan megtervezett az emberi faj, viszont lehet azt is mondani, hogy itt hagytak minket, hogy szaporodjatok, csináljatok azt, amit gondoltok, majd vissza is visszatekintünk rátok. Ami tényleg azt mutatja, mert amikor bármilyen atomrobbantás volt, vagy szeptember 11-én, ha megnézed, amikor leomlott a két torony, ott is jelen voltak az UFO-k. Ha megnézed a régi ősi festményeket, tehát a bibliai festményeket, tökéletesen le vannak festve, reflektorral világít, tűzszekerek, tehát égi szekerek, még a Biblia több helyen említi is. Olyan gyönyörűen leírja az akkori nyelv, hogy tűvel szúrt át az eget, meg tűzoszlop emelte fel az égit. Lehet látni a mexikói, a perui leíratokban, vésetekben, a technikákat, minden nyomon lehet követni. Egyiptomban. Érdekes, amit mondasz, hogy az a teória van, hogy az itt lévő makik, vagy ez a négykézlábas típus lett egy újfajta DNS-sel beoltva, mielőtt a Dél-Afrika területén jött létre, és egy olyan szoftvert tettek az emberbe, amit tulajdonképpen igazából a fejlődésnek egy bizonyos fokáig képes elmenni, de megőrzi azokat a fajta tulajdonságokat, amik például most nagyon hiányoznak, hogy fedezzük már föl, hogy a természet törvényeit kell tiszteletbe igen. tartani. Befolyásolható az ember mindenféle káprázattal, tévével, pénzzel, bármivel, és innentől elveszte a kontrollt, tehát így lehet rávenni őt a rabszolgaságra, igen. Hogy akár aranymányába vagy egy brókerként dolgozzon, mert csak így előre néz, és nem nézi azt, hogy a természet az utolsó fa kivágásával tönkre megy. Hát, és ha ez a szoftver így van, akkor az emberiségnek a nagy jövője nincsen, és ehhez a fajta tudatossági felemelkedéshez valószínűleg vagy önmagámnak kéne tudatosodni, tehát felébrednem, mint önálló individuum, és nem mint ennek a robotnak, ugye, mert ez egy zombi robot, aki ma él itt a Földön, és más világot teremteni, mert ha a zombi létet folytatom tovább, akkor az emberiség kipusztul, és gyakorlatilag a Földet is elpusztítja önmagával, habár azt mondják, hogy a Földet nem tudjuk elpusztítani, de látjuk jól, hogy azért elég sikeresen dolgozik a kőbaltás. Most ehhez képest az UFO-k olyan tudatszinten vannak, hogy nem az illuminátus irányítja az emberiséget, hanem ők irányítják az illuminátusokat, tehát magának a marionett figurának a tetején nem az UFO, nem az illuminátus ilyen Rothschildje ülnek, ők is csak egy bábuk ebbe a dologba, hanem a fölöttes irányítók, akik vagy hüllők legyenek, vagy szürkék, nagyfehérek, és nekik mi a céljuk? Tehát az, ha tönkreteszik a Földet, vagy ezt a szoftvert, ők simán felül tudnák írni, hogy az ember ne ilyen barom legyen, ahogy éli az életét. Én ebben szeretnék tisztán látni, és csak mindig kérdések és kérdések jönnek föl bennem. Ezt hogy látod ezt a dolgot? Én lehet, hogy egy kicsit rosszabbul látom, hogy lehet, hogy az illuminátusok, tehát ott, akikről beszélt, egy Rothschild, meg ez a kis társaság, aki már nem is olyan kis társaság, ők maguk a hüllők. Tehát az tény, hogy nagyon sok energia szükségeltetik ahhoz, hogy az emberi védőmaszkot megtartsák. Tehát tudjuk nagyon jó, hogy rezgéssel működik minden a világban. Az egész világ rezgéssel működik, itt a Földön is minden rezgés. És hogyha megnézzük az emberi szervezetet, az emberi szervezet 73%-a, minimum 73%-a víz.
A Földnek 73% a víz. Tehát ami a Föld, ugyanaz az ember. A Föld rezonanciája, tudjuk, hogy nagyon jó, hogy a Schumann rezonanciával egyezik, tehát a Schumann rezonancia a szív rezonanciájával egyezik, ami 7,8 Hz volt. Most jelenleg 12 Hz felé tendál, tehát megyünk el a 12 Hz felé. Hülyeség egyébként. Lehet, hogy hülyeség, de viszont, hogyha megnézed, hogy akkor egy nagyon egyszerű példa. Legyen az, hogy hülyeség. Miért van az, amikor 100 nő egy helyen dolgozik, és mind a 100 nőnek egy idő után beáll, úgymond a menszeszük, és egyszer lesz mindegyiknek menszesze. Ez a holtevékenységhez irányítják egyébként, de a Schumann, te tudod simán mérni? Tehát persze, a Schumann ez mérhető, így tehát van. Tehát te méred a Schumann-t, és elment 12 Hz. Így van, már közelít a 12 Hz felé, de ez magyarázható, én meg is magyarázom, hogy miért ment el. Még egy pillanat, ugye az űrhajókon, amikor elmennek hosszú távon, akkor ők a Schumann rezgést simán beállítják, mert egyszerűen az élet ciklusuk nem működne. És akkor visszajönnek a Földnek, a 783-ról visszaállnak, és akkor a 12 Hz-re. Érted mi a kérdésem? Én persze. Tehát, hogy... Én elmondom, hogy miért emelkedett föl. Annyi mindenről kéne beszélni, mert ez annyi mindennel összefügg. Jó. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy a spiritualitást is, hogyha megnézzük, feljebb kell rezegnünk a testnek, följebb kell rezegnie, hogy több információt és magasabb információkat tudjon befogadni. Igaz? Eddig ezt elfogadjuk. Miért mondom azt, hogy magasabb a Schumann rezonancia, és mitől lett magasabb? Ezt ki lehetett mérni egyébként, 11,1 Hz, de miért? Azért, mert hogyha megnézzük, vannak ezek a 26.500 éves ciklusok, ezek gyakorlatilag egy gyönyörű spirálon mennek befelé. Tehát mi ezen a spirálon mindig megyünk egyre beljebb. Hogy megyünk egyre beljebb, az atmoszférát tehát összenyomódik az atmoszféra, és meg is állapították, hogy régen sokkal magasabb volt. A Schumann rezonancia, ami az a frekvencia, ami gyakorlatilag visszaveredik, és a Földet körbe tudja ölelni, és ez a frekvencia, mivel hogy nyomódik össze, tehát logikusabb, hogy magasabb frekvenciával tudod ezt véghez vinni, tehát ezáltal magasabb lesz a frekvencia. Tehát ha sűrűsödik a hullámhoz, akkor az magasabb frekvencia. Marin, én ilyenkor megy ki a konyhába, tehát segítsünk neki. Amikor elkezdtél beszélni, ez a precesszió, ami abból adódik, hogy a Földnek nem egyenes a tengelye, hanem bizonyos szögállásban. Van egy elevációs szöge, amivel különféle csillagrendszereket figyel a 26 ezer év folyamán, és ezért változnak, hogy most a halak korszakában, vagy bármiféle korszakban élünk, mert arra csillagképre kezd nézni a tengelye. És hogy ez pörög, ez elkezd besűrűsödni, vagy hogy kezd történni? Egyébként az elevációt is meg tudom magyarázni, pont írok egy előadást róla, hogy mitől lett elevációs szög, meg hogy keletkezett a Föld, meg egyéb dolgok, és olyan egyszerű, egy csodálatos dolog egyébként az, hogy lett eleváció, és mitől. Én elkezdtem kísérletezni, és kipróbáltam azt, hogy tegyük föl egy labda a Föld, igaz? A Földet, amiről beszéltünk, hogy 73%-a víz borítja, a többi szárazföld. Na most, hogyha megnézed a szárazföld elrendezést, tudjuk nagyon jó, hogy régen ez egy föld rész volt, ennek meg is volt az akkori neve, de mivel, hogy folyamatos mozgás van és élet van, ezért elcsúsznak egymástól, tehát elválnak a lemezek. Így alakultak ki a földrészek. Ha megcsinálod azt, hogy fogsz egy gömböt, tökéletes tengellyel, felrakod rá úgymond a földrészeket, elkezded megpörgetni, mi történik, a súlypont miatt, igaz? Így van, elváltozik. Csak az ember mit csinál? Innen kimarkolom a Földet, elviszem ide. Itt építek tornyot, itt építek. És ez már ennyire jelentős, hogy a precessziós szögbe befolyásolja? Változik a precessziós szög. Tehát azt mondják, hogy a Föld az annyira intelligens, hogy hát ez az emberiség nem tudja kipusztítani, megrázza magát, és lesz egy új emberiség. Ebben van is valami, teljesen jogos és logikus is, mivel hogy folyamatos körciklusról beszélünk, és folyamatosan változik. Olyan pici az évmilliárdokhoz képest, olyan pici egy emberöltő, vagy több emberöltő, pár száz év, ez vagy pár ezer év, amit mi jelentünk. Semmi. Ahhoz képest, ami ez a több évmilliárd alatt alakult ki. És annyira gyönyörű, tehát nagyon sok elmélet folyik amellett, hogy beszélnek róla, hogy belső föld. Tehát, hogy ott vannak lények, van egy belső mag, az a belső nap, és akkor ott egy magas 3-4 méteres lények léteznek. Viszont, hogyha logikusan gondolkodunk, akkor valaminek kell lenni, hogyha a Google Earth-tel is megnézed, a két ponton még a Google Earth is mutatja, hogy luk van. Fölfedezték, hogy vannak lukak, sőt, próbálják is, mert már a Google Earth is le van valamilyen szinten tiltva, hogy nem tudsz följe menni és bemenni, de régebben még be lehetett menni. Tehát
Ha megnézed, nagyon sok írás is van, meg mérések mutatták, hogy több mint 23 fokos víz van az északi sarkon is. Ott van a jegesedés, és 23 fokos víz forrás. Másként mondtál, és megerősítsem, hogy ha a felmelegedés kapcsán a sarkpontokon, tehát észak-déli sarkon lévő jéghegyek, amik milliárd tonnába mérhetők, ha azokat elolvasztom, akkor logikus, hogy ez az egész petíciós tengely valami irányba el kell, hogy mozduljon. És ez milyen módon vagy összefüggésben a sumarezgéssel? A sumarezgéssel úgy van, hogy ami van az ionoszféra, körbevonja a Földet. Ez egy bizonyos távolság az ionoszféra, igaz? És a Föld felszíne között. Van a rezgési frekvencia, ami gyakorlatilag körbe öleli a Földet. Van egy olyan frekvencia, ez magától kiválasztódik, ami körbe tud menni a Földön, ez a Schumann rezonancia, ez volt a 7,8-hez. De mivel, hogy ezen a spirális pályán megyünk befelé, ezért ez a ionoszféra összenyomódik. És ezt fizikából tanultuk, hogy jobban ezért sűrűsödik a belső rezgés. Így van, és ezért emelkedik, tehát automatikusan fölemelkedik a lélek arra magasabb frekvenciára. Mit csináltak Egyiptomban? Egyiptomban volt a külön kamrák a piramisban, ahol úgymond fölkészítették a testet, lelket a magasabb szintű rezgésre, ezt ásványokkal érték el. Mindig a megfelelő tudásnak megfelelő szobába rakták, hogy föl kellett rezegtetni. Tehát a királyné kamrában, ami a Föld alatt helyezkedett el, a nagy lépcsősoron keresztül belekerült a király kamrába, soha nem volt semmiféle szarkofág, hanem víz volt abban a nagy tartályban, amiben... Miért? Mert az vezeti legjobban a rezgést. Miért? Azért, mert amikor visszatért a lélek a piramisba, akkor viszont ki volt szárazva maga a fizikai test, és azonnal vizet kell. Fú, erről nagyon jól kéne beszélgettünk egyszer, mert véletlenül az egyik kedvenc témám, de ugyanakkor a 17 UFO fajról ígértünk, hogy mi több információt adunk a nézőknek, tehát ők igazából valamilyen módon a Föld az mindig egy kiváltságos helyzetben volt, és amikor ilyen világkonfederációkról beszélünk, akkor a Föld birtoklása az egész galaxisban valamiért érdekes és érdekszférák ütköző pontjában van. Erről tudsz-e valami információt? Illetve a 17 gondolom ugyanúgy megosztulódik, erre háromnak a szövetségesévé válik, mert különben 17 féle érdek azért itt teljesen szétzilálná a Földet, és igazából arra se kaptam választ, hogy szerinted melyik nagy világ, ugye oroszok, kínai és az amerikaiak, ez a három, akinél valószínűleg az UFO-k ugye elhelyezkednek, hogy mi várható az ő programjukkal, mert csak nem olyan buták már, hogy az emberiséget szeretnék ide a halál közel élménybe, mert simán egy vírus el tudnának pusztítani, és nem kéne ez a hajcihőit évezredeken keresztül, tehát szeretném a motivációjukat látni, hogy érzik ez. Amit én tudok személy szerint, vagy én gondolok, én úgy mondanám, hogy ők nagyon nagy problémába kerültek, tehát ezek a különböző fajok, az érzelem gyakorlatilag nincs náluk, kiveszett. És észrevették azt, hogy az emberi faj olyan plusz dolgokat képes csinálni, amit ők nem. Tehát olyan dolgok társulnak a lélekhez, amit ők nem tudnak a saját fizikumukkal létrehozni. Egyedi lelkek, vagy kollektív lelkek által? Szerintem mindenki kollektív lélek. Tehát amit mi, én úgy gondolom, hogy amit mi magunk emberek egy csepp vagyunk Istenből. Tehát mindenki gyakorlatilag, tehát a közösség alkotja az Isten szerintem. Ez a morfogenetikai mező, meg egy csepp az óceánból. Így van. De önálló individuumként itt vagy. És van a saját magadnak a, úgymond a, hogy is mondjam, tehát a szabad akarat. Ez mindenkinél megvan, tehát nem véletlenül mi döntjük el, hogy hova születünk le, mit kell átélnünk, min kell keresztül mennünk, hogy építsük úgymond a tudásunkat. De az, hogy mit vagyok képes érzékelni, ez viszont már a közös genetikai, morfogenetikai az is igaz, múlik. De az is, hogy milyen szinten vagy letiltva. Tehát, hogyha megnézed azt, hogy mi mit látunk, látjuk a bizonyos spektrumban, igaz? Tehát X nanométertől Y nanométerig. A beszédünk is X frekvenciától Y frekvenciáig. Viszont ha megnézzük a CCD kamerát, a CCD kamerának sokkal nagyobb a spektrumja. Miért van az, hogy nagyon sok fajt nem látunk? Hát azért, fogjál egy távirányítót a CCD kamerához, tehát egy normál fényképezőgéphez, vagy a telefonodnak a fényképezőgéphez odarakod, megnyomod a gombot, elkezd villogni a LED. Szemből nézed, nem látsz semmit. Azért, mert infratartományban sugároz ki. Tehát a CCD kamera látja, az emberi szem nem látja. Ugyanez, tehát nekünk be van határolva az emberi szem. De már a fotókon látjuk őket buborékba. Na de miért van ez? Azért látjuk a fotókon, mert ami hála Istennek most már
átmentünk digitális korszakba. Az indiánok nagyon jól tudták, annyi mindenről lehetne beszélni, annyi mindennel összefügg, úgyhogy elnézést, egy kicsit elkalandozok. Nézzük meg a régen a fotó, hogy működött. Tehát volt egy ezüst réteg. Az ezüst rétegnek volt vastagsága. Ezáltal mi történt? Az indiánok mit mondtak? Ne fotózzál, ellopod a lelkemet. Azért, mivel minden a földön rezgés, a léleknek is megvan a rezgés lenyomata, tehát én lefotózták az indiánt, azt a rezgési információt fölvitte, tehát a lenyomatot fölvitte az ezüst rétegre, mivel hogy anyag vastagsággal rendelkezett, el tudta tárolni. Hála Istennek a digitális fényképezés során ez nem történik meg, mert ezt úgy tudnám jellemezni, hogy valaki énekel, megvan a gyönyörű spektrumja, igaz? Meg intermodulációs torzítások, meg egyéb dolgok. Amikor fölvesztük magnóra, akkor már egy bizonyos spektrumot tudtunk csak rögzíteni. Amikor meg már digitalizáljuk, akkor hála Istennek, akkor jó, a zajt kiszűrtük, és a zene az nem arról szól. Igenis, ott kell lenni a zajnak, az interferenciáknak, torzításoknak, ott kell lenni a csöves erősítő. Tehát annyi mindenről kéne beszélni. Jó, oké, ez a kedvenc téma. Elnézést kérek. Két vonal van, amit most már be kell zárnunk ezt a témát. Az egyik az, ami nagyon jó hír volt a gondolataidból, hogy onnantól, hogyha sikerül megemelni az emberiségnek az átlagos rezgésszintjét, akkor egyszerűen ez a fajta felső rezgésszint már talán azt a fajta programot hagyja neki bejönni, mert te mondtad, hogy magasabb rezgésszinten, magasabb szintű program jön a fejbe, hogy tudatossá váljon, és ne írtsa ki az összes erdőt, és ne hallgasson arra a villanypásztorra, meg ne menjen a birka a vágóhíd ajtaja felé. Ha ezt elérjük, akkor az emberiségnek van esélye. Ha én az UFO-kat pozitív szemléletből nézem, akkor pontosan, mivel ez a rezgésszint elkezdett megemelkedni most már, és egyre több tudatosult és világosodott ember van, ha az UFO-k ellenségek lennének, akkor ők ezt folyamatosan lefelé szeretnék tolni, ugyanakkor, ha ők egy magasabb tudatossági szinten lévő lények, őnek az ártás nem is lehet bennük. Most innentől nem értem ezeket a drága hüllőket, tudod, akik viszont a 10 parancsolatot folyamatosan segbe rúgdossák, és mindent, ami az embernek szentségtelenség, azt ők folyamatosan megteszik velünk. És ugye, amíg az ember ebben a lenti rezgésszinti állapotban van, ezt meg is teszi, amikor már látja, hogy miről szól a világ, akkor nem teszi meg többet. És ugye ez a nagy kérdésem van, záró kérdéske, hogy az UFO-knak a motiváció és a célja, tudatszinten beszélünk, és nem az, hogy most kell neki a hegy, nem kell neki a hegy, hanem az, hogy persze, mi a szándék az emberrel, mert ő kvázi bármit meg tud velünk csinálni. Ha akar, holnap kiírt, ha akar, holnap egy magasabb tudatossági szinten már látni fogjuk őt, mert belejön a kognitív memóriánkba az ő észlelés is. Mi vagy többfajta faj van, többfajta érdek fűződik hozzá. Mindegyik faj szeretne keveredni az emberiséggel, mert kihalóban vannak. Uh-huh. Tehát a fehér fénylények, vagy a nagy fehérek, ők egy sokkal magasabb intelligenciával rendelkeznek, és tudattal, és a szeretet ott már nagyon jelen van. Tehát ők nem elpusztítani akarják a Földet, viszont, hogyha megnézed a hüllőket, ők meg uralni akarják a Földet, mert az hagyján, hogy keveredni is akarnak, mi vagy fenn tartsák a fajukat, viszont keresnek olyan helyet, ahol tudják ezt létrehozni. A globális felmelegedésről beszélnek mindenhol. Ez érdekes, ez a globális felmelegedés, mert valahol működik, tehát valahol van, beszélhetünk róla, hogy tényleg kimutatható, de ha belegondolunk, olyan pici idő az, amit itt tartózkodunk, hogy gyakorlatilag alig lehet mérni. Viszont az, hogy össze vannak keveredve az évszakok, azt meg lehet mérni, de az a HAARP projekt, meg egyéb dolgok, az most abban ne is menjünk bele. Ha megnézzük azt, tehát ő neki az a dolga, hogy ő tudjon biztosítani magának egy helyet a hüllők. Tehát ezért ő megpróbálja azt intézni, hogy a neki megfelelő hőmérsékletet létre próbálja hozni, tehát azt a környezet, tehát aminek őben a legjobban érzi magát. Neki a meleg, a hüllőnek a nagyon font? Így van, tehát nézd meg a kígyók is, hogy hova húzódnak be, tehát a nedves, párás helyekre húzódnak be. Viszont mivel, hogy ő egy magasabb faj képvisel a hüllő, szeretné az uralma alá hajtani, ha megnézed a georgiai követ, mi van ráírva? 500 millióan maradhatnak. Uh-huh. Tehát aki kiszolgálják ezt a úgymond elit társadalmat. Viszont, hogyha a fehéreket megnéz, tehát a fénylényeket, mutatja is egyébként fénylény,
sokkal magasabb intelligencia, magasabb rezgési szint, nem is véletlenül, mert sokkal nagyobb spektrumot tartalmaz, ezért is úgymond egy világító fényről beszélünk, tehát a fehér szín az minden rezgési információt tartalmaz, a fekete, meg a rezgés hiányát tartalmazza. Tehát ő már olyan magas szinten van, ezért ő is próbálja saját maga igazát, hogy igenis, mentsük meg az emberiséget, ezért együtt is dolgoznak. Mm-hmm. Tehát együtt dolgoznak. Tehát a 47-es Roswell-i esemény, ami egy, na most van a 66-dik, tehát 66 éve volt, tehát évfordulót is lehetne mondani, a 66-dik évforduló, ha megnézzük, már akkor együtt dolgoztak, úgymond az űrlénye Bobby Kennedy, tehát a Bobby Kennedynek miért kellett meghalnia? Ő nyilvánosságra akarta hozni egyébként. Diana Herzognőnek miért kellett meghalnia? Azért, mert ő véletlenül benyitott, és látta a hüllőket. Tehát ő neki meg kellett halnia. Nagyon sok információ ki is került. Tehát akkor a fehér fény vagyok te is, meg én is, mondja így ő van. Ezt a mondatot, és ő az, aki a tudatszintet próbálja emelni. Fölemelni, és velünk együtt dolgoznak. És onnantól fogva viszont a hüllő manipulációi nem hatnak az így emberre. Van. Mert most egy manipulált, tudatú, zombi élőlények vagyunk, akik a hedonista gondolkodáskörbe, a pénz mannonjába fuldokolva pusztítja a Földet és önmagát. És ez a faj, ez kipusztulásra valóban tökéletesen megfelel, és 500 millió majd nyalhatja a hüllők talpát, meg a nyákos részeiket. Ugyanakkor a szürkéket még nem értem, ugye? Mert a fehér fény vagyok te is, meg én is, és általában a Sirius-i, ami a legerősebb társadalom, a Sirius-i szürkék, akik úgy szintén igényt tartanak a Földön, nagyon sok Sirius-i lélek lakik ma is a Földön, és nagyon sokszor laktak itt, és általában ők a legnagyobb tudatossági és technikai szintű lények az univerzumban, amit ebbe a környezetben mi ismerünk. Nagyon jól mondtad, a szürkék a legnagyobb technikai, viszont ha belegondolunk a fehéreknek, tehát a fénylényeknek, mert nem kell technika. A tiszta fénylénynek nem kell technika, mert ő maga a technika. Viszont a materiális világban, ott meg a, úgymond a legnagyobb technika győz, igaz? Mert akkor tudsz létrehozni produktumokat. Világos, egy materiális világban vagyunk, van kezünk, meg egyéb dolgok. Nézd meg, a szürkék el vannak csökevényesedve, tehát nincs izomzat, nincsen köldökzsinór, meg egyéb A perifériás hardverekkel oldanak meg. Így van, tehát neki szüksége van a technikára, aha, hogy meglegyenek oldva dolgok. Viszont, hogyha te fénylény vagy, akkor mit foglalkozol a technikával? Ott vagyok, abban a pillanatban ott vagyok. Tehát át tudok alakulni, és egyé tudok válni a másikkal, a másik rezgéssel, vagy avval a dologgal, vagy irányítani tudok dolgokat. Hogyha ha megnézed azt, hogy az a baj, hogy ha be vagyunk zárva egy testbe, akkor megvannak a korlátaink. Mert bocsánat, hogy ezt kell mondom, de nézd meg, hogyha valaki kerekesszékben ül, megvannak sajnos a korlátjai. Próbálunk technikailag adni neki előnyöket, de nem tudja azt véghez vinni, amit egy úgymond egy ép ember. Vagy, hogyha megnézzük az ép embert, viszont megnézzük a fénylény mennyivel több mindent létre tud hozni, és tud dolgokat művelni, mi anyagi testben vagyunk, nem tudunk átmenni a falon, mert megakadályoz. Létre tudjuk azt hozni, hogy átmenjünk a falon, nem technikával is létre lehet hozni, viszont hogyha olyan magas szintre engeded magad rezegni, elfogadod azt, hogy tudod, hogy rezgés vagyok, és átmegyek, szuperponálom magam a túloldalra. Itt 35 percet beszéltünk UFO kérdésről, és illetve szerintem ilyen spirituális szempontból nem sűrűn közelítették meg az UFO-kat ilyen beszélgetés kapcsán. Nekem össze kéne foglalnom, tehát az emberiségnek tulajdonképpen az UFO-k, illetve a hüllők és bárki egyfajta tükröt mutatnak, és maga az utat mi fogjuk megválasztani, mert hogy az ember az az egyetlen olyan tökéletlen lény a Földön, aki megengedi magának, hogy tökéletlen, mert képzeld el, egy ilyen immunrendszerrel kijutnál a hóba, Szibériába két napra, ahol az örvös maci, meg a tigris, meg a nyuszi gyönyörűen elélnek, mi egyszerűen a bundánk és mindenféle pótszerek nélkül nem lennénk képesek. És akkor van egy út, a szürkék útja, akik a technikai színvonalakat emelték olyanra, hogy már gondolok rá, és a
kezembe jön a villa, és nem is kell lennem, igaz? Ez maga az anyagszinten való rekedés, aminek az emberiség nagy része jellemző, hogy így él, és a másik a tudatosodott rész, amikor fölemeled magad arra, hogy fénylény vagyok, te is, meg én is, és elfogadom azt, hogy az univerzumban nincsen anyag, csak energia és rezgés van, és az egész ebből áll, és ennek a káprázat, ennek a pulzáló káprázatát érezzük mi fix anyagi világnak. Igen. És amikor fölemelkedtél, akkor már nincsenek hüllők, és nincsen semmi, és ebbe a gyönyörű testbe is megélheted a fénylény, mi volt tudat. Jól összefoglaltad? Nagyon jól összefoglaltad, pláne akkor, amikor kilépsz a testedből. Akkor tudsz igazából fénylény szinten úgymond élni. És ebbe a tejfölbe, tehát ebbe a rezgési információba tudsz halászni. Tehát azért mondtam, ezért nagyon sokan mérgesek is voltak, hogy miért mondod azt, hogy nem vagy feltaláló. Én sokszor azt mondtam, hogy nem vagyok feltaláló, felismerő hanem vagy. Vevő, nagyon jó vevő jó vagyok. Na, erről következő adásban fogunk beszélgetni. Gyakorlatilag minden ember képes mindenre, csak ő saját maga, vagy a el programja, kell tudnia hinni magának, így van, megszabta, hogy mennyit enged magának. Kedves nézőink, önök UFO-król, de sokkal többről hallhattak itt a Parapercben. Házi feladat. Mondtál egy mondatot, hogy az embernek ki kell lépni a testéből, hogy fénylényként élhessen, és az ős buddhista meditációs dolgok szerint belül a testedben kell megélned az, a kalapák felismerésével, hogy te magad vagy a fény. Amire a fény ráveti sugarát, maga is fényé válik, és hogyha a fényt beengeded, Szepes Mária néni mondja, hogy a zsenik abban különböznek a többiektől, hogy minél több fényt tudnak a sejtjeikbe engedni. De hát ez viszont egy belső folyamat, tehát kívül vagyunk fénylények, vagy belül el tudjuk élni a fénylénységet, erre várjuk a hozzászólásokat. Nagyon megköszönöm, hogy itt voltál, és én köszönöm, köszönöm a kedves nézőknek, hogy újból felpezsdítettük a Parapelceket, de ez még csak a bevezető volt. Figyeljék minden hétről hétre a VNTV műsorait. Önök Viva Natura televíziót láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu weboldalon, vagy a YouTube megosztó portálán láthatják. Köszönöm, hogy itt voltál.